Köszöntöm a mikrofonnál, Kamaniszki Zoltán! A Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik legjelentősebb és legszemélyesebb eleme volt a privát Veszprém projekt, és az ennek keretében összeállított fotógyűjtemény a helyi lakosok családi képeivel és a hozzájuk tartozó személyes elbeszéléseikkel. A fotokollekcióból ideiglenes szabadtéri kiállítást rendeztek tavaly az Ecticity-ben, december elején pedig egyedülálló, magyar-angol nyelvű album formájában is kiadták a család szóló gyűjteményt. A kötet egyik fejezete a Szamosi családról szól. A műsor vendége Szamosi Attila, akit sok szeretettel üdvözlök, és akinek köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet az interjúra. Szerusz Attila! Szerusz! Attilával... köszönöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást! Attilával tegeződünk, gondolom megértik a hallgatók, ha most sem teszünk másképpen. Attila, hogyan találkoztál te a Privát Veszprém projekttel? Milyennek a története? a? Márkus Névörös Hajnalka. A fő -fő szervező. A fő -fő szervező, igen. Ő köztudottan a város különböző szegeiről könyveket alkot, hoz létre, például a Cserhát, a Püspökkert, és lesz egy ilyen is, hogy Nándor telep. Nekünk ott volt a szülői ház, nekem ott van a szülői ház, és fényképeket kértek be a könyvhöz. Hát mondom, bemegyek, és hajnalkának mondtam, hogy megvannak a fotók, hol vihetném. Ő mondja, hogy itt van az LK Firoda a Kossuth utcán, a templommal szemben, templommal szemben, gyere be, adj le munka után. Bementem, leadtam azt, hogy ha már itt vagy, akkor készül egy rivált veszprém könyvecske, hogy, hogy esetleg abba, hogyha szerepelnél és bánál egy fényképezkedésre, mit szólnál hozzá? Mondom, semmi gond, csak mondom, nem igazán úgy vagyok öltözve. Borostáson Se hajmosás, semmi, tehát ö, éppen csak a fényképeket adtam volna be. az nem baj, állj be. Azt a készült nagyon szép pár fotó, amiből ugye említetted az Acticity-nél is található. Hát ilyen kép készült el, és akkor mondta, hogy utána majd ö, pár sorba írjak le a, a családról, a Veszprémiségről pár sort, meg hát hogy élem meg ezt az egész dolgot. Hát így kezdődött az egész. Azért áruljuk el a hallgatóknak azt is, hogy a könyv egyik érdekessége, meg a találkozásunk egyik érdekessége, hogy a könyv borítóján is te szerepelsz. Csak éppen néhány évvel korábbi képről van szó. Hány éves lehetnél hát akkor? Igen, talán, talán 12-13 éves lehettem. És a könyvszerkesztői megkerestek, hogy nem haragudnék-e, hogyha a könyvborítóra kerülne az én fotóm? Hát mondom, ugyan már, hogy haragudnék hát az ember büszke egy ilyen dologra. Hát mondom, legyen, legyen, legyen. Csak az elején nagyon gondolkodtam, hogy vajon melyik kisgyerek vagyok én? Mert, mert mondom, vagy én vagyok a nagy testvéremmel, vagy valahogy, de aztán a háttérben volt egy dátum, és akkor mindjárt tudtam, hogy én vagyok a nagy fiúcska. 73, azt hiszem 73 van ott a Centrum mellett készült, ez egy ilyen, ilyen így van, így van. nem tudom, autókiállítás, meg azt hiszem az OTP van. betétkönyv reklámozása folyt, igen. és akkor így tudtam, na akkor én vagyok a nagyobbik gyerek, és akkor akkor olyan 12-13 éves lehettem. És így kerültem ki, de azért érdekes szerintem, mert ott van a fotón, hogy régen és most. Így van. Tehát az ki van írva, tehát a régen mellett uh, volt egy régi autó, a most mellett uh, volt egy Warburg gépkocsi. <laughs> tehát az a most, az, az akkor az egy nagyon komoly dolog volt annak idején. Igen, Relatív. Igen, és ugye a könyvnek is ez a lényege, hogy régen és most. És szerintem ez megfogta a szerkesztőket, ez a fotó, ezzel a régen és mostal is, ezért kérték, hogy hát szerepeltetnének is, hogy engedézzem, mondom természetes. A családod nagyon sokat tett Veszprémért. Mindig is híres volt például édesapád, aki a Vedasz elnök helyetteseként még a saját családi házát is feltette jelzálóként. Amikor eltökélte, hogy egy igazi, modern, rugalmas futópálya kell a stadionba. Igen, igen, Mi igen, a történeten? Igen. Erre emlékszem, ugye akkor Kulnaci volt a, 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 Vedac elnöke, édesapám az elnök helyettesá, és gondolkodtak, hogy hát, hát elég régi az a salakos pály, és azért most már Európa szintű versenyket csak normális, úgynevezett rekordtámpálya lehet létrehozni és megvalósítani, és akkor a, a német Balzám céget keresték meg, oda ki is utaztak, szerződéskötés, mi egymás, hogy, hogy ők építsék meg ezt a pályát. Megépítették, és aztán amikor letelt az az úgynevezett hitele a vedacnak, akkor mert elmondani édesapám, hogy a családi házát tette rá a dologra. Hát akkor már mosolyogtunk, hát, de az elején lehet, hogy édesem nem örült volna ennek a dolognak. Igen, akkor már könnyű. De így nem elkészült kénnyi. a pálya. És, és, örülünk, örülünk neki, hogy ez akkor létrejöhetett, ez a 80-as évek közepe lehetett. Mit tudhatunk még édesapád egyéb akciói közül, ami, ami tényleg feltétlenül említést érdemel? Hát még az, hogy ő volt a Veszprémi Evangélikus Egyházközség alapítványának az elnöke is, amikor épült a evangélikus templom mellett az új lelkészlakás lakás és gyülekezeti terem, akkor ő volt a, a, ennek az alapítványnak az elnöke, nagyon sokat dolgozott ezért. Én viszont akkor gondnoka voltam ami az egyházközségnek, és akkor lelkész együtt, és a felügyelő együtt így hárman, négyen készítettük ezt a csoda művet, amit mindenki láthat a hangvillával. Szemben az a kis lapos tetős épület, az akkor épült, olyan 24-25 évvel ezelőtt akkor kezdődött el, és most már negyed század a bizony megvan az az épület. És Hát, Azért van ennek kezed. egy története, ott mindig is volt egy evangélikus templom, és igen, lakás is. Igen, de az a túloldalán volt. Az, meg egy iskola is. Igen, igen. És ezt ugye kárpótlásként aztán ezért kaptunk pár millió forintot, amiből vettünk egy lakást, az evangélikus egyházközség, ott Vörösmarty téren van egy lakás, hát befektettük ebbe. Hát a templom közvetlen szomszédságban csak túloldalon, ahol a Cserhát étterem volt, tehát ott volt a lelkész lakás, mellette a gyülekezeti terem, és mögöttük majd, hogy nem, hát a zsidóiskola mellett tulajdonképpen ott volt az evangélikus iskola, de egy ilyen, ilyen, ilyen szigeten belül. Tehát így, így egymás mellett volt ez a dolog. A szép hogy. És ami érdekessége, keresztapám volt akkor a lelkészvető Béla. Abban az időben 50-56-ba került Veszprémbe. Ez érdekes dolog. De aztán, amikor épült a huszámlát, és az a lepényéplet, akkor ezt kisajátították. Sajnos, és helyette tehát kaptunk egyet jó messze, olyan másfél kilométer alatt az Aranyás utcában volt a lelkészi hivatal, és utána a rendszerváltás után viszont sikerült ide visszaépíteni egy ilyen épületet. Hát itt a helye, mindenképpen. Igen, itt igen, a igen, helye. Igen, igen, igen. Egy kicsit téged is bemutatunk. Adóügyi szakember, vezető, főtanácsos vagy a polgármesteri hivatalnál itt Veszprémben. Igen, igen. Ez mit jelent pontosan, hogy vezető főtanácsos? Te tudsz mindent, azt mondtad, valami ilyesmit hallottam, ne, vagy ne, ne, csak nem? Nem, de. akartam hallani. Ne, nem, hát nem tudnék erről biztos mesélni, hiszen én. Hát nem vagyok egy mai fiatal ember, én olyan múltkori fiatal ember vagyok. Ez. Azt hiszem, hogy. Igen, ez egy jó pofának tűnik. Én 1978-tól dolgoztam a, a Veszprémi városi tanácsnál. Tehát tulajdonképpen én elkezdtem a 46. évemet. És ez a vezető főtanácsos, az ugye, ez tulajdonképpen egy korral járó titulus, ez most már valahány éve vezető főtanácsosként nevezhető tulajdonképpen ez a dolog. Ez a diplomával rendelkező több évtized ott dolgozó ember kapja. Tehát többen vagyunk vezető főtanácsosok ott, és én ott az adó részem vagyok, tehát ott is többen vagyunk vezető főtanácsosok. Tehát ez tulajdonképpen De... egy, egy egy korája. Ez majd mind a honvédségnél egy rendfokozat uh -huh. hasonló. De ezért ez egy megsüvegelendő dolog. Ennyi időt egy munkahelyen Bizonyán. lehúzni, azért közben a rendszerváltozás, Igen, a Igen. különböző módosítások, polgármesterek jönnek, tulajdonképpen mennek. Tulajdonképpen erről már írhatnék egy könyvet igazából. Tehát Várjuk. sok minden volt, Várjuk. sok kollégám. <laughs> <A> aranyos <laughs> köszönjük szépen, kérem a segítségedet. Tehát... Hát tényleg sok-sok tanácselnököt, polgármestert megélt az ember, de igazából ezzel nem foglalkozunk. Tehát miért nem politizálunk, mi a törvényeknek vagyunk alárendelve, és teljesen mindegy, hogy milyen párt színeiben van a polgármester, polgármesterek, vagy a közgyűlés, milyen tagokból áll össze, nekünk, nekünk a törvényeknek megfelelően kell dolgoznunk. És ez így van rendjén, ez, és ez egy szép dolog. Ez Tehát nekünk, nekünk teljesen mindegy, hogy a kollégák melyik párthoz tartozik, mi ugyanúgy szeretjük, hisz kollégánk, és együtt húzzuk az igát, hogy így mondasz. Pontosan, így Igen? van. Továbbra is te leszel a fókuszban. Igen. Térjünk vissza az evangélikus közösséghez. Egyházmegyei másodfelügyelő vagy. Igen. Zsinati tag. Kicsit, kicsit hozzuk közelebb ezeket a fogalmakat. Hát, aki ezt esetleg kezdem az nem alján. 1997-ben a Veszprém evangélikus gyülekezet, tehát a Veszprém városban lévő gyülekezet megválasztott presbiter és gondnokává. Tehát ekkor volt ez a bizonyos építkezés. Aztán az egyházmegye megválasztott engem egyházmegyei jelőbizottsági tagnak, aztán jelőbizottság elnöke lettem az egyházmegyében, aztán megválasztottak zsinati póttaggá, akkor két cikluson keresztül zsinati póttag voltam, és a következő ciklusban már zsinati tag lettem. Tehát nem csak póttag, hogyha nincs ott a tag, akkor mentem, hanem én voltam a tag. És most már második ciklus óta ö, zsinati tag vagy. Tehát tulajdonképpen ez zsinat, ez azt jelenti az Evangős Egyháznál, mint a civil életben a parlament. Tehát ez a mi egyházunknak a parlamentje, egy törvényalkotó testület hát a zsinat, és a zsinat viszont megválasztott engem zsinati jegyzővé. Tehát ez is egy komoly titulus, ott vagyunk hatan. Tehát van három lelkészi jegyző és három civil jegyző. Ez egy kiemelt komoly feladat, jó érzéssel tölt el, hogy megválasztottak. Ez családi hagyomány, édesanyád is, ugye, evangélikus. Hát édesem is evangélikus. Sőt, hát, ha visszamegyünk, Édesapád akkor az én déd nagypapám, ő volt evangélikus kántortanító. Aztán a nagyapám volt evangélikus egyházközségi felügyelő, édesapám volt, de az édesem részéről volt. Édesapám lett itt ugye az alapítvány elnöke, és én meg hát, ahogy elmondtam, ide jutottam. Tehát most jelenleg. Ez, ez mind egy szolgálat. Ez, hát ez, ez nem egy fizetett állás, ez egy szolgálat. És ezt kell. Csinálja az ember. Természetesen egy, is a hittel. tehát hittele. Ez egy jó közösség. Azt igen, hallottam. igen, igen, igen. Kevesen vagyunk. Tehát a múltkori népszavazás, ami tíz évvel ezelőtt volt, az 213 ezer evangélikus volt az országban, most már csak 160-170 ezeren vagyunk. Tehát nagyon kevesen. Már az előző is. Nagyon kevesen. Lettünk. Igen, nagyon kevesen előttünk. De hát megpróbálunk így szeretetbe meg dolgozni és működni. Meg igen. kell becsülni mindent, meg, meg, meg. amink van. Most átérve a te társadalmi szerepvállalásodra, mert azért ezt se hallgassuk el, tudom, hogy te szerény ember vagy, de azért mondjuk el, hogy a könyvtár felújításában segítettél nem keveset. Az Ötvös Károly megyei könyvtár. Hát igen, beszél. ebbe a privát veszpénykönyvben megvan, van, hogy édesapámmal együtt építettük a várost. Hát ugye ő rekordtámpáját igen, volt, épített, pontosan. igen, pontosan. ő építette a gyülekezeti házat, gyülekezeti terjemel, természetesen Isó Zsoltár lelkész és is, Isó Dorottyával, tehát együtt voltak ebbe a tímbe csapatba. És a könyvtárra visszatérve, hát igen, mikor, hát most már 30-35 évvel ezelőtt, azt hiszem, amikor teljesen felújították a Ötvös megyei könyvtárat, akkor onnan akkor került el onnan a színészház is, és akkor volt ez a nagy felújítás. Abba hát egy kis anyagi támogatást is adtam a könyvtár felújításához, és akkor bekerültem, emlékszem, akkor készítettek egy aranykönyvet. És Tehát be. a nevemben van az aranykönyvbe, igen. Azért az egy. Hát, mint Veszprém ember. Kicsőség, igen, igen, egy kicsit gondoltam, hogy Tehát nem milliókkal szálltam be de mégis egy picit, mint, mint lakó. Ha mindenki ennyit adott volna, biztos már ja. jó lett volna, igen. Hát akkor pár ezer forintról volt szó, akkor mondjuk többet ért. Igen. Aztán jött egy másik kezdeményezés, ez a bizonyos Steinway zongora, Veszprém zongorája, igen. adakozásból. Igen, itt igen. Itt is Hát, itt is megjelentem, igen. Mint tudjuk, ugye a veszmény Petőfiszén is közadakozásból épült, és akkor a város ezt egy jó ötletnek tartotta, hogy megpróbáljuk ezt a szemvézongorát is, ami bizony pár millió forint egy ilyen, hogy megpróbálja a város, illetve a hangvillesz közadakozásból. Vagy a veszmény Turisztika Egyesület is ebbe beszállt. Hát gondoltam ide is, ez egy picit kellene megpróbálni. Adjuk össze. Ide is, ha mindegyikünk adott volna, akkor nem egy használtat kellett volna, egy vadonat újat tudtunk. Így is úgy emlékszem, hogy 35-36 millió forintba került ez a használt stanway Hát ez egy világmárka. De úgy gondoltam, hát itt is kellene segíteni, mint Veszprémi. Akkor ez neked egy egyedi akció volt, vagy, vagy szerveztél esetleg gyűjtést a közösségeken belül? Vagy hát. csak a te egyedi privát ügyed volt? Hát igen, illetve hát kapcsolódhatunk egy másik témához is. Vem egy Veszprémi Magyar Fény Egyesülethez, tehát ott is adakoztunk. azaz az Egyesülettel is adakoztunk de de ebbe a songorába. de én, én külön is adakoztam. Az egy teljesen Meg érde. akkor idehozhatnánk az Óváros teret, az Óváros tő felújításánál is. Pár forintot adtam annak idején, ez is 90-es évek végén volt az Óváros felújítása. Adó, az is egy picit adtam. Nem sokat. Továbbra is a privát veszprém részvevő Szamosi Attila a műsor vendége. Szóba hoztad az előbb a Vemafit, a Veszprémi Magyar Finn Egyesületről van szó, veszetőségi tag vagy. Na ennek mi a története, mert azért kicsit ritkaság száma megy már, hogy valaki érdeklődik a finn kultúra igen, iránt. igen. Hát ezt is visszáeredésztethetjük a Veszprémi Evangélikus Egyházközséghez, amikor még Hernáti Borbácsi volt itt a evangélikus lelkész, akkor 1980-as évek elején járt itt Rovaniemiből, ami aztán testvárosunk lett, és éppen idén ünnepeljük ennek 50. évfordulóját. Fél száz éves lesz ez a Veszprémi rovaniemi testvárosi kapcsolat. Tehát annak idején Rovaniemből itt járt, ugye ott tudjuk 96 a evangélikus a finneknél, és akkor van, mint 2 ortodox, meg 2 katolikus. És onnan jött egy delegáció, Szelja vezetésével, és megkeresték itt az evangélikus egyházközséget, hogy szeretnének felvenni egy kapcsolatot velünk. No, hát aztán az 1980-as évek eleje, vagy talán 70-es évekig, már nem is pontosan emlékszem, akkor jött az első küldöttség onnan, Veszprémbe, és innen én személy szerint 1988-ban voltam az egyház Egyházközséggel Rovaniemé, mentünk Szovjetunión keresztül vonattal. Ez is egy nagy élmény volt, nagyon kellemes utazás volt, akkor voltam össze Finnországba. És ugye a Vemafi, tehát a Veszprémi Magyar Finn Egyesület elődje volt a Finn-Magyar Baráti Társaság, amit annak idején, most már, tavaly volt 40 éve, létrehozott Tímár Vera. Ez a név ismerős valószínű a Veszprémieknek. És Timár Vera meghallotta, hogy voltunk Finnországban, és mindjárt megkeresett minket, hogy itt van egy baráti társaság, hogy, hogy belépnénk ebbe a baráti társaságba, és hogy tovább vinnénk ezt a kapcsolatot. Persze, egyértelmű. És 1988-tól ben vagyok a, tulajdonképpen a Vemofi Egyesületben, és aztán úgy alakult, hogy mi vagy aktív ember vagyok, akkor meg hát meghívtak meg a vezetőségben is, így vezetőség tagja vagyok. Öten vagyunk az tagja a vezetőségnek. Valahogy mindig megtalálnak ezek a felkérések. Ez nem véletlen műve. Híres vagy arról is, hogy főszervezője vagy a Johannus napi ünnepnek itt Veszprében a Korostorok és Kertek. Igen, igen. helyszínen zajló nagy hagyományokkal rendelkező, most már mondhatjuk, hogy nagy hagyományokkal rendelkező rendezvénynek. Igen, hát ez 2006-ban volt Veszprém. Finnugor kulturális főváros, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire emlékeznek rá. Iszka Szentgyörgyel együtt nyertük el ezt a, ezt, a, ezt a, címet, és akkor rendeztük meg az elsőt. Ez a Vemafi elnökének, dr. Szoboszlói Andrásnak volt az ötlete, hogy honosítsuk meg itt ezt a juhannusz napot, amit a finnek mindig ugyanezen napon meg szoktak szervezni saját maguknál. Tehát itt az a lényege, hogy, a, hogy egy ilyen nyári napon, ott a, itt a napforduló környékén, egy ilyen északi mulatozást tartsanak. Tehát akkor kimennek a mökkibe, a keszemökkibe, ami nyaralót jelent, ugye ez vinnül, Keszemöki nyaralót jelent, és ott barátkoznak egymással az embereknek, esznek, isznak, hát alkoholizálnak, ami, ami a finneknél Helyen. nem annyira megengedett, de akkor az nap ezt lehet, és akkor nagyon jól érzik magukat, és ugye ott nem megy le a nap, és az éjszaka folyamán a község vagy a város legöregebb csónakját, megrakják fával, egy mágiát építenek rá, ezt meggyújtják, és betolják a tó közepére. Ez egy nagyon szép hagyomány, és akkor énekelnek, jól érzik magukat, úgynevezett uh, makkarát, tehát nálunk egy debreceni kolbász, tehát ilyeneket sütögetnek, és akkor tényleg jól érzik magukat. Na, ezt a hagyományt szerettük volna itt meghonosítani a Én finn is. kulturális évadban, és sikerült úgy néz ki. Igaz, volt egy-két év, amit kihagytunk, vagy azért, mert megszerveztem, de... elmost az eső, vagy COVID miatt nem tudtuk megszervezni, tehát ilyen hasonló dolgok voltak. Hát tavaly az LKF évében ez nagyon jó volt, mert szép támogatást is kaptunk ehhez az LKF-től. Megszerveztük a 6. Juhannus napot, tehát idén már elkezdtem a hetedik Juhannus szervezni, ami idén 24 június 22-én lesz, mert hasonló, tehát délután hasonló ö, programmal, mint eddig, tehát ö, művészeti együtteseket szoktam írni, a, oda a kolostor és Kertek völgyében, a Jezsuita templomba, akkor a színpadon is van műsor, akkor van ez a, ez a, ez a csónak, ahol minden évben a város polgármesterét kérjük meg, hogy gyújtsa meg fákjával ezt, a, így van, így van. ezt, ezt a, a tüzet, illetve a finn konzulátus elől ö, menetet szoktam szervezni a tóig, és akkor a Veszmű lakossága fákjával felvértez, vagy így mondom, szépen sétál végig a tópartján, odáig a csónakig, és ott látja ezt a, a csónaknak a vízrebocsátását, ami nagyon aranyos, és kb. olyan este 9 fél felé szokott leégni a, a mágia, és ez egy, egykelmes kellemes időtöltés a város lakóinak. Lesz-e asszonycipelő verseny, mert ugye ez is Én, szokott lenni. Bizony, bizony ennek része. Finneknek is. Hát ugye nem a finnek... Nem maradhat. Tőle... El. Nem. Nem, nem maradt el. Há, valamit elhagytunk, tehát három dolog, amit szoktak ők. Asszonyciperő verseny szervezni, aztán szoktak mobiltelefonhajító versenyt szervezni, és csizmohajító versenyt. Na most a mobiltelefonhajító verseny na ezt elhagytuk. Tehát Ennyi nincs azért. Oké, rendben van, tehát uh, használt mobiltelefonokat dobáltunk, csak az egy telefon 68 részre tört, mire átdobták az egyik helyről a másik, és ezeket összeesztett, ezt inkább elhagytuk, Igen. és meghagytuk a csizmadobálást. Igen. Tehát ezt a gyerekek szeretik a legjobban, a csizmadobálást. Ezt nagyon szeretik, jaj, jaj. hát hagyjuk a gyerekek, jaj, jaj. El, és akkor kis díjakat osztunk ki, kis érmet teszünk a nyakukba a gyerekeknek is, felnőtteknek is, asszonycipelés, hát erre egyre kevesebben jelentkeznek. Nem tudom, éppen, hogy megvan mondjuk eddig maximum 6-7 pár, jelentkezett erre. Pedig ez egy nagyon kedves dolog, ez nem egy hosszú, nem kell úgy csinálni, mint a finneknél, mert ha rámennek az internet, azt látják, hogy tűzön vizen át kell vinni az asszonyt, homokba, nem lehet, tudom, urván hogy... keresztül. Nálunk nem. Nálunk van egy 20 méter, megkerülnek egy bóját, visszajönnek, és aki előbb ér, ő az első helyen. Igen, amikor meglátják a kiírás, lehet, hogy utána néznek és visszariadnak. Igen. Nem kell. Úgyhogy, Úgyhogy ez szeretettel várjuk az embereket. Ez kürtölni. egy kedves kikapcsolódás. Ki kell persze. kürtölni, hogy itt azért jóval humánusabb igen, 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 úgy, úgy. <laughs> távok vannak, igen, meg megpróbáltatások. Igen. Még van egy olyan téma, amit, amit nem lehet nem szóba hozni. 1984-től egy hosszabb megszakítással a Veszprémi Liszt-Ferenc Kórus Társaság tagja vagy, de voltál a kórus elnökségének tagja és elnök. És elnöke Igen, is volt az egy, a egy Igen. Hát ez is sorkatorné szolgálatom leszerelésekor kor, megkeresett egy ismerős, aki akkor a kórusnak a titkára volt a Fafni Anci, hogy feleségem együtt, ha menjünk, énekelünk ebbe a kórusba. Hát mindig gondoltam, hogy jó lenne egy ilyen, ilyen csapatban, csapatnak a tagjává lenni, és elmentünk énekelni. Na most 1984-be, azt hiszem 84-et írtunk, elkezdtünk énekelni, aztán a 90-es években abban maradt mindenféle témával kifolyólag. Hát kimaradt valami, hát 27 év. De közben énekeltem Veszprémváros vegyes karában, illetve énekeltem Evangélikus Kamara kórusban, Szerényi Pali vezetésével, és aztán ezek, nem, mindig 1900 ban mondok, tehát 2000 Tizen hát ugye régi ember vagyok, ahogy mondtam. Tehát, hát azért hát az ember, ezt úgy, nem írnám alá így ilyen köszönöm <laughs> szépen. Tehát 2019-ben megkeresett Demereszter, hogy ő lesz a Liszt Ferenc a karnagya, és szeretné, hogyha visszajönnék a kórusba. Hát úgy gondoltam, hogy ha a karnagy hív, akkor menni kell. És akkor 2019-től ismét tagja a Westminster Ferenc kórus társaságnak de aztán elég göröngyös út vezetett utána. Ugye volt úgy, hogy majd, hogy nem mély repülésben is volt a kórus. Igen, igen. Hát ugye a Covid is, hát mind, mindenhol, hogy így, hogy mondják, hogy betett. És már a megszűnés szélén volt a kórus, tehát 12 főre apadtunk vissza. És akkor már tartottunk egy közgyűlést, ugye mint egyesületnek közgyűlést kell tartani, ahol döntéseket hozunk, ugye. Ez így demokratikus. 12 főből 11-en azt mondták, hogy hát sajnos ezt ezt meg kell szüntetni, mert így mi nem tudjuk hozni azt a színvonalat, amit egy Veszprémi kiemelt művészet együttesnek hozni kell. Hát sírt a lelkem. Tehát 12-ből 11-en azt mondták, hogy hát sajnos megszűnünk. Megszűnünk. Én egyedül mondtam, hogy nem. Hát kitart, mint elnök. Mondom, most lettem az elnök, és épp ez idő alatt én fogom felszámolni, mint felszámoló a kórus. Mondom, ez így nem lehet. Ez így nem lehet. Addig-addig keresgettünk, amíg, tehát Hartmann Péteren keresztül minden mindenkit megkerestünk, amíg Végül is sikerült két fiatal embert találni, Lukács Eleket és Varga Áront. Tehát ők azt mondták, hogy ha nem gondolsz, hogy hogyha ketten veszik át a kórus vezetését, akkor ők elvállalják. Mondtuk, természetesen nem gond, hiszen nyugaton ez, ez, ez bevett szokás, hogy egy karnagy van többen. És akkor 2021. novemberétől ők lettek a karnagyok. És kezdünk szárnyalni fölfelé. Tehát most már a 12 főből közel 30-an vagyunk. Tehát épül a kórus, hála istennek, Vannak meghívások, most hétvégén is voltunk két helyen, pénteken, szombaton is, Szent László templomban énekeltünk, aztán a Tihanyi Apátság, bencés templomban énekeltünk, most szombaton. Úgyhogy Megyünk Szlovéniába, van meghívás. Tehát azért élünk, élünk. Nagy kár az. lenne ezért a kórusért, mert ennek egy hatalmas története van. Tehát oh, én még emlékszem azokra a külföldi kórus fesztiválokra, ahonnan sorba hozta el még Kollár Kálmán idején a kórus az arany. Bizonyos, bizonyos. Helyezéseket 82 helyezéseket. volt ez az a arezzói dolog, 82-ben. Két első helyezést, a egyes karik kategóriában és a női karik kategóriában, és két első helyezést azért ez egy nagyon szép dolog volt. Nagyon szép. Tehát a magyar kórusok mindig jók voltak. Tehát hozzá kell tenni, és Vegyeskor is ugyanígy hozott el onnan első díjat. Tehát valahogy a Veszfémi karmesterek is, tehát Zámbó István karnagy is hasonló ö, színvonalon nagyon jól működtette a kórust, mint Kollákán, úgy szintén nem hiába mindig diszpogára lett Veszprémnek. Tehát mind a két kórus nagyon jól működött. És egymás mellett, egymás mellett, tehát nem, nem összekapva és veszekedve, egymás mellett szépen vittük a szakmát, vitték a szakmát a két karnagy. Hát sajnos ők már nincsenek köztünk. Sajnos, sajnos. Még annyit a kórus muzsikáról, hogy a Nemzetközi Romantikus Kórus Fesztivál szervezőbizottságának is tagja vagy. Ez is megérdemel néhány szót azért. Hát ugye hogy ez hogyan lett... ennek a volt karnagyunknak volt az ötlete, hogy, hogy ebből a romantikus zenélésből nagyon kevés. Legalábbis Magyarországon ennek nincs fesztivál nincs sehol ennek hagyománya. És ez is, hát ugye, 80-as években talán. Tehát először volt egy olyan próbálkozás, hogy Magyarországi, erre még emlékszem, Magyarországi Liszt-Ferenc kórusok találkozója. Ez volt az első, amikor próbáltunk egy ilyet összehozni, hogy hogy is néz ki ez a dolog. És aztán utána gondoltak rá, hogy hát akkor ennek a hasonló módon meg tudjuk szervezni a romantikus korúzani találkozót, ami most már tavaly Fesztivál néven működött. És aztán elkezdtük akkor ezt a dolgot csinálni. Ez persze mi saját magunk taguk, vezetőség. Illetve most is ugye tavaly évben is ennek a kórusnak, a Westminster Kórus Társágnak a vezetősége szervezte főleg. Természetesen minden tag segített ebből a dolgból, és megszerveztük a 12 immár a 12. romantikus korú -zenei fesztivált. Ami egy nagyon szép dolog. Tehát sok munkával jár, de ezt is szintén támogatta az LKF, tehát ez nagyon jó dolog volt. Ebből azért ezt meg tudtuk csinálni. Természetesen így hozzá kellett járulni az itt lévő kórusoknak. Tehát vagy az étkezést, vagy a szállást kellett fizetniük. Tehát azért tehát nem volt ingyenes ez nekik. De aki szeret énekelni, szeret így utazni, az azért égen. szerintem ő a sajátját beladja, hogy eljöhet, és ez egy ilyen találkozóra. Ez, egy, ez ügy, egy nagyon szép dolog. Ez egy ügy azért. Igen, igen. És aki, aki tényleg, akinek a mindene a kóruszene, az, az nem sajnálja. Nem, nem, nem. Nem nem, nem Persze, sajnálja nem az áldozatot. Égen. Ha ugyanez áldozat. Ha arról kérdeznek, hogy mit szeretsz Veszprémben a leginkább, és azt mondanám, hogy egy mondatban meg kéne válaszolni, lehet összetett mondat, mit mondanál te erre? Mit szeretsz a legjobban Veszprémben? Hát ez elég nehéz, de most gondolkodnom kell. Tehát már, már megvannak a szavak, de hogy most tegyek egy összetett mondatot, csináljak. Hát azt mondom, hogy Veszprém városban Hát szeretem a veszprémiségemet, talán nem tudom. Nem tudom. Tehát ezt a várost, ezt a kisvárost, az ember szeret érte tenni. Hát talán ezt a vénát édesapámtól kaptam. Tehát ő is nagyon sok mindent tett a városért. Különböző. Aztán ő volt, megyei nyugdíjas klub elnök is volt. Tehát sok minden volt. Igen, tehát megpróbálunk sok mindent. Ami szívből jön. Tehát mindezt csináljuk, ami szívből jön. Természetesen nem anyagi ellenszolgáltatással, hanem anélkül csináljuk ezt. Mert szeretjük és szeretek Veszprémiként itt élni. Szép a városunk, nem nagy a városunk, bár mindenki lenne hasonló, és beleadna a szívét, lelkét, nagyon jó lenne. Mindent megtudtunk, hogy miért szereted igazából, és mi a véleményed Veszprémről. A privát Veszprém részevő Szamosi Attilának köszönöm a beszélgetést.